Halló, sziasztok, üdvözlök mindenkit, Zsíros Deszka vagyok, és mai téma felmerült a kommentek között, ahol bemutattam a kutyáinkat, egy elég jogos kérdés, szerintem is teljesen jogos, és gondoltam, hogy erre egy videó keretein belül válaszolnék, mivel hogy ez bizony csak megér egy videót. És a téma egyébként, hogy mi a helyzet az itteni menhelyes kutyákkal igazándiból, ami szerintem meglepő lesz nektek is, mert nekem is az volt elsőre. És igen, tehát a kérdés úgy szólt, hogy miért nem éppen egy menhelyről hozunk el kutyát, és miért veszünk, vagy valami ilyesmi hasonló kérdés volt. Nos, a helyzet az, hogy igen, ezt mi is így gondoltuk, és én szerintem nagyon sokan mások is. Háttérben a feleségem főz, úgyhogy ha esetleg valaki hallaná a vágások hangját, meg ilyesmi, akkor az, még mielőtt valaki rákérdezne a kommentekbe. Tehát mi is eleinte ezen gondolkoztunk, hogy mivel hogy szegény kutyák, és azon felül ugye azt mindenki tudja, hogy na most egy menhelyről ugye nagyon-nagyon válogatni az, ja, igazándiból, de lehet, tehát még az is ott van, hogy lehet, tehát hogyha az ember szeretne magának egy tacskót, akkor van tacskó is, ha szeretne magának egy bármilyen fajta kutyát, akkor igazándiból lehet válogatni. Tehát ezt az interneten is vannak olyan oldalak, ahova fel vannak téve ezek a kutyák, hogy gazdikra várnak, stb. És elég sokat keresgéltünk utána, és több helyen is felvettük a kapcsolatot, és egy picit mélyebben bele is mentünk, mert eléggé megrázó volt a történet, legalábbis számomra. Tehát a történet így szól. A menhelyeken általában nincsenek itt kutyák. Vannak, ez is községtől függ, itt ahol mi élünk, itt nem igazán. Tehát ez nagyon úgy néz ki, hogy vannak olyan magán emberek igazából, ja, hogy most ez egy vállalattá vált, vagy én nem tudom, hogy pontosan, hogy ez hogy működik ez a háttér. Viszont akik elviszik a menhelyről a kutyákat automatikusan, tehát mentsük meg a kutyákat címen, és ez én azt gondoltam, hogy ezek mekkora ászok, mivel hogy ugye a menhelyeken ki van szabva egy bizonyos határidő, ami nem nagyon hosszú, és ha addig nem viszi el senki a kutyát, akkor igazándiból elaltatják. Ez van, ez egy szomorú dolog. Na mindegy, sokkal szomorúbb az, hogy valaki eldobja a kutyáját. Na én onnan kezdeném, tehát nem akarok ebbe belemenni, hogy mit tennék azokkal, akik bevállalnak egy kutyát, és időközben ok nélkül, mert igazából az nekem nem ok, hogyha valaki kirúgták az albérletből, és a másik albérletben nem engednek kutyát. A tökét levágnám. Na mindegy. Ezt hagyjuk. Tehát ez nekem nem. Az lehet nekem egy ok, mint ami az egyik ismerősömmel történt nemrégiben, hogy elhunyt egy idős hölgynek volt egy kutyája, és az idős hölgy elhunyt, és nem tudta senki igazából magához venni a kutyát, így ez az ismerősöm magához vette. Ez nekem lehet egy jog, hogy oké, de ja, annyira idősen azért ne vállaljunk be állatokat, mert ja, fennáll ez az esély is, hogy aki bevállalta az állatot, hamarabb fog elhunyni, mint az állat, és akkor mi lesz szegénykével. Na mindegy, ez lehet nekem egy ok az, hogy albérletet cserélt, meg mit tudom én, meg hasmenése volt, és azért eldobta a kutyáját, meg ilyen, nem tudom, olyan indokokkal dobálnak el kutyákat, hogy az eszem megáll, meg született egy gyerek, és akkor a kutya már nem kell, meg ilyenek. Hú, aranyapám. Tehát nem tudom, hogy mibe veszik a kutyákat, de mindegy. Tényleg nem ebbe a részébe szeretnék belemenni, hogy alapjáraton. Nos, a menhelyeknél viszont, ha már oda kerültek, igen, az ember átgondolja azt, hogy jó, akkor most egyik az, hogy nem is az, hogy ott olcsóbban, mert biztos, hogy van, aki ebből a szempontból menne bele, ugye, hogy ja, mert hogy ingyen van például, vagy hogy olcsóbb sokkal, csak az oltásokat kell kifizetni, stb. Alapjáraton így is lenne egyébként, de a hátrányai annyi, hogy ja, tehát nem igazán, tehát egy fiatal kutyát magadhoz venni, te leszel neki az apuka, vagy az anyuka éppen, teljesen mindegy. Tehát úgy fog rád tekinteni a kutya, mint az apjára. Tehát te neveled, itt vannak nekünk a kiskutyák, két hónaposan hoztuk el őket, ami nagyon korán van egyébként, tehát
Ez is egy kérdéses dolog lenne, nem igazán előnyös 2 hónaposan elhozni, de annál jobban hozzád szokik. Tehát vannak ezek a magán, és nem csak egyről van szó, hanem van egy jó pár, akik majd ők gondozzák őket, hogy nehogy megöljék az állatokat ott a menhelyen, és egyszer hazaviszik őket, tehát idáig nagyon szép, gyönyörű szép a történet, aztán különböző adományokból tartják fenn magukat, mivel hogy ők védik az állatokat, ugye, gyönyörű a történet, idáig is, én is adományoztam, amíg erről nem tudtam. Na de mindegy. És igen, mert hogy csak úgy alapjáraton ugye etetni őket, ott van náluk, nem tudom én, emberkéknél 50 kutya meg ilyenek, és igen, hát az azért pénzbe kerül. Tehát ez itt idáig minden stimmel. Nos, a kutyákat itt a menhelyről ingyen, úgy ahogy van bérmentve, ingyen bérmentve, még egyszer mondom, hogy elaltatnák őket, tehát igazándiból a menhelyet azt ugye az állam tartja fent, ők fizetik, és ők nem kérnek semmi pénzt azért, hogy elvidd onnan a kutyát. Ha akarsz donétolni, vagy ilyenek, akkor az is megoldható ott, de az sem igazándiból. Most lépjünk tovább, tehát a kutyák azok már nincsenek a menhelyen általában. Nagyon-nagyon rövid ideig, tehát ezek az emberek napi szinten mennek oda, és igen bizony, azt viszont be kell látni, hogy itt Japánban baromi drágák a kutyák. Tehát erről se beszéltem még, megvan az áruk. Tehát itt van például, úgy alapjáraton mondom én, akkor teljesen mindegy, hogy fajtától teljesen függetlenül minimum egy olyan 200 ezer alatt nem nagyon fogsz kutyát kapni. 200 ezer ilyen. A francia buldogok, amiket vettünk, azokat az olyan 400 ezertől felfele. És az azért húzós pénz. Nos, a menhelyeknél viszont ugye, ja, hogy milyen idős a kutya, stb. Azt nem tudod. És így aztán én azt mondom, hogy aki onnan elvinné őket igazándiból, tehát aki hazavinné őket onnan, azokat áldja meg az Isten. Tehát én ezzel így lennék, és ha kérnék pénzt is, tehát hogyha én tenném ezt, tehát nézzük az én szemszögömbe, hogy elmentem a menhelyre, oké, szegények ne altassák el őket, hazahozom és keresem, tehát fel vannak dobva az internetre különböző oldalakra a képek, stb. Nagyjából milyen idős, ugye be lehet azonosítani a fogsora alapján, stb. Stb. És az emberek ugye oda telefonálnak, jó napot kívánok, ezt a kutyát szeretném hazavinni. Nos, azt megértem, hogy vannak feltételek, tehát hogy mivel hogy drága kutyákról van szó, na most itt is ilyen kettős a dolog, tehát ezt is átlátom, hogy nem ingyen akarják odaadni, mivel hogy ebből ugye üzletet is lehet csinálni, tehát kifog az ember egy kicsit fiatalabb kutyát akár, például egy francia buldogot, vagy hasonló értékesebb kutyákat, itt nagyon-nagyon népszerű például a toy poodle, ami törpe uszkár, azt hiszem magyarul, nekünk is van egy, őt láthattátok az Instagramon vezetni. És igen, úgy ahogy van, el is lehet adni, vagy pedig pároztatni lehet őket, ami aztán a rosszabbik variáció, tehát kihasználni a kutyákat alapjáraton. Oké, én nem azt mondom, hogy a pároztatás az alapjáratban nem jó, tehát erről sem beszélek, csak tehát, hogy ténylegesen olyan tenyésztők, akik viszik versenyre a kutyákat, stb., vagy pedig csak valami pancser hülye emberke hazaviszi a 5 kutyát, és elkezdi a lakásba tenyészteni őket, valami nem tudom én milyen formában, meg milyen módon, mert erről is hallottam, már erről is lehetnek külön egy drasztikus dolgokról videó. De ja, oda már ki szoktak menni általában, amikor észreveszik, mert olyan körülmények közt csinálják, hogy valami, nem az, hogy embertelen, de helyszínen lőném nagyon. Tehát úgy, hogy gondolkodásnél nem kell bíróság meg ilyenek, hanem konkrétan, tehát olyan körülmények vannak. Tehát ez is ilyen, hogy most oké, most ez melyik oldalát nézzük a dolgoknak, tehát hogy ez el legyen kerülve, azért kérnek értük pénzt, és hogy mi az, ami nekem igazándiból nem tetszett, tehát mi is oda telefonáltunk, és igen, nekem teljesen mindegy volt akkor egyébként, amikor, ez akkor volt egyébként, amikor a boxert vettük, teljesen mindegy volt akkor nekem, keverék kutya, ilyen kutya, olyan kutya, teljesen mindegy, keverék az még erősebb is, mint bármilyen úgymond túltenyésztett kutya, úgyhogy a kutya, az aranyos, és imádom őket, teljesen mindegy nekem, hogy fajta, féle, stb. Nos mindegy,
találtunk is egy párat, ilyet, olyat, amolyat, és arra azért szerettem volna odafigyelni, hogy egy kicsit úgy legyen azért fiatalabb, mert ja, hogy minél több hosszabb időt együtt tölteni egy kutyával, annál jobb, tehát már az utolsó éveit töltsen állam, az is beleférne, de vágjátok. Na mindegy, aztán jöttek a feltételek, hogy megkérdeztük ugye, hogy milyen körülmények között lakunk, mondom, földművesek vagyunk, van egy baromi nagy házunk, van kint udvar, föld, tehát tudnak rohangálni minden frankó, tehát nyugodjanak meg, jó helye lesz a kutyának. Oké, ez frankó, szeretnék megnézni. Az már nekem, tehát az, hogy egy még ott se kérdezik meg igazán, megkérdezik meg a telefonszámunkat is, adattuk meg minden, de nem jönnek ki megnézni. Tehát ahol most vettük a francia buldogok a tenyésztőtől, nem jött ki megnézni, hogy hol lakunk, meg ilyenek. Felírta, hogy hol lakunk, oké, felírta a telefonszámunkat, meg mi is az övékét, ha valami van, akkor tudjunk kommunikálni, stb. De ilyen nem nagyon van, hogy egy tenyésztő eljön és megnézi, hogy hol laksz, meg be kell engedni egy kávéra, meg ilyen, mit tudom én. És itt ezek a feltételek mindenhol. Tehát ez nem találsz olyan helyet, ahol nem. Tehát be kell engedned igazából a lakásodba, meg kell mutatnod, hogy milyen körülmények közt laksz, hogy ott a kutyusnak meg fog-e felelni. Nem tudom, ez még valakinek biztos belefér, nekem nem fér bele. És ami pluszba itt jön, hogy nem csak egyszer, hanem többször is. Tehát azt mondták, hogy havonta jönnek megnézni, hogy minden rendben van-e. Mondom, de én nem téged akarlak megvenni, barátom, hanem kajak elkapott az ideg, és veszekedtem az emberrel a telefonon, hanem én nem téged akarlak megvenni, meg a fiamnak se akarlak fogadni, hanem a kutyát akarom idehozni hozzánk, hogy jó helye legyen. Nem arról van szó, hogy el van dobva, és valakinek a gondját kéne viselni. Itt vagyok, apám. Itt vagyok, és ja, küldök róla fényképet, ha akarod, hogy életben van, és tényleg nálunk van. Oké, az még nekem belefért volna. Nem azt mondja, hogy ő el akar jönni megnézni saját szemével, hogy minden rendben, havonta egyszer, aztán nem tudom én pár év múlva ezt lecsökkentetjük, fél évente egyszer, mondom, nem már. És mondom, és még mi van akkor? Már innen már tudtam, hogy ez nem, ez nekem abszolút nem fér bele. És mondom, pluszba még mi van? És pluszba a kutyáért kéne fizetnünk, mennyi volt akkor valami? Közel 100 000 ilyen körül mondott, hogy az oltások, meg az eddigi kaja, meg a mit tudom én. Na várjál már, ti üzleteltek ezzel? Vagy úgy alapjáraton, hogy van ez? Tehát ez már nekem nagyon nem frankó. Ez már nekem nagyon-nagyon nem frankó. Tehát, és az, ők is azt mondták, hogy azért igazándiból kérik ezt az összeget, hogy ne legyen az, hogy tovább kereskedés a kutyával, stb. Nem tudom, hogy azt se tudom, hogy ez hogy lehet, és ebben igazuk van, tehát én ezt is vágom, hogy valaki oda megy, és egy drágább, egy szép kiskutyát például elviszi, és úgy, ahogy van, így el tudja adni, ezt is vágom. Tehát ezt is megértem, beviszik egy állatkereskedésbe, és kapásból a duplájáért, tehát 200 000-et az állatkereskedő fog így adni nekik, és ők meg eladják 400 000-ért. Tehát én ezt sem tudom, hogy lehetne kikerülni, vagy hogy nem, de nekem már így alapjáraton nagyon-nagyon úgy fest, hogy ők is igazándiból nem is annyira segíteni szeretnének ezeken az állatokon, hanem az egyik az, hogy az adományokból fenntartani magukat, ami még oké lenne, tehát tényleg mivel, hogy segítik ténylegesen az állatokat, az még teljesen oké is lenne, és így az, hogy kereskedni a kutyákkal, mert ez már az. Tehát az oltásokat beadni, stb. Az lényegesen olcsóbb. Ez nekem furcsa, és így döntöttük úgy, hogy nem, és több helyet is felhívtunk, nem egy helyről volt szó, és több emberrel is beszéltünk, és mindenki azt mondta, hogy igen, hát ez sajnos így van, és igen. Volt egy csaj is egyébként, pont boxer, és én nem tudom, hogy miért, csak úgy pont megtalált minket. Ez is egy nagyon furcsa sztori, már így elmondom, mert ehhez a témához tartozik, hogy az állat kajákat, ahol árulják, milyen üzletnek nevezik ott Magyarországon. Tehát nem az állatkereskedés, hanem ahol kajákat, meg ketreceket, meg játékokat, meg mindenféle cuccot árulnak az állatoknak. Oda ugye mi is jártunk, mivel hogy már a törpeúszink megvan már, most már 12 éves. Akkoriban vettük egyébként, igen, és azért mentünk kajáért, meg stb. Na mindegy, ott jött egy csaj, hogy jött hozzá, tehát hogy valaki adta neki a boxert.
És olyan szinten le volt fogyva a kutya, hogy az idegbaj elkapott. Mondom, mit csinálsz a kutyával? Na közben fölébredt a nagy lány, úgyhogy mondtátok, hogy szeretnétek őt is látni. Nem tudom egyszerre mind a kettőt felhozni, úgyhogy majd így felváltva fogom mutogatni őket a videóba. Ne essél le, ne essél le. Nézzetek, ilyen béka állásban van, kinyújtja a lábát. Aha. Ohio. Na visszatérve a sztorihoz, addig itt szerintem kinyíri a fülhallgatómat 5 perc alatt, meg mindent szétszed darabokra. Adjál neki, adjál annak a fülhallgatónak. Ne, léci, ne csinálja, megnyalta, ez jó jel. Na, kordába kell tartani, és nem, ez nem lesz jó, vissza kell szerintem vinni le, mert most be van indulva, felébredt, és enni akar egyik az. De azt azért vágjátok, hogy mekkorát nőtt. Kis duci, de a fényképezőmet se. Álljál le, álljál le! Gyere ide, gyere ide! Na, és mindegy, a csaj vagy találta, vagy ja, valamit hebeget, habogott, hogy várjátok, ez valami nagyon, mindjárt eszembe fog jutni, hogy pontosan hogy volt a sztori. Megvan. A kutyát találta. Aztán bement a rendőrségre, és tett egy bejelentést, hogy találta. Aztán itt van egy olyan törvény, hogy ha azt hiszem, hogy 4 hónapig, hogyha nem jelentkezik érte a gazdája, akkor igazándiból az övé. A gazdája jelentkezett érte, és megkérte rá, azt mondta, hogy igazándiból valami problémái vannak, és ezért én nem tudom, hogy ott mi volt, hogy de ha problémái vannak, akkor csak úgy elengedte a kutyát, hogy menjél, utcó neki, vagy valami ilyesmi. Nem tudom, de mindegy, ő jelentkezett a rendőrségen, hogy keresi a kutyát, tehát nem tudom, hogy pontosan, hogy ez az egész sztori is, amit ez a csaj mondott el. De mindegy, azt mondta tehát, hogy egy el lett dobva a kutya, de jelentkezett a gazdája, de azt mondta, hogy nem tud vele foglalkozni egyelőre, hanem hadd legyen ott nála, tehát a csaj nevelje valami, nem tudom én, több hónapon keresztül, és akkor majd érte megy, ő megmondta, hogy hát azt azért ne, és nem tudom, hogy így végül is. Azt mondta ő, hogy ő jobban szeretne találni, mert alapjáraton azért, mert neki problémái vannak, és eldobta, hogy jobban szeretne találni valakit, aki rendesen a gondját viseli. És mondom, én vagyok, itt vagyok az embered, mondom, az Isten küldött hozzád, mondom, pont egy boxer az álmom, tehát mondom, itt vagyok, mondom, add ide a pórászt, és már is van egy kutyám neked, meg volt. Vagyis hát, ja, nincs rá gondot többet igazándiból, mert nem a saját kutyája volt, hanem kereste a gazdit, állítólag. És akkor a kajakra már úgy, hogy most hazaviszem. És akkor mondja, hogy ne, azért még ennyire, ne gyorsan, meg minden. Na, mi van ezzel a lányjal, és mondom, akkor mi, hogy van ez? Mondja, hogy először is ugye azt hiszem, hogy fiúkutya volt, és hogy a műtétet ugye meg kell oldani, hogy kiherélteti, meg minden. Mondom, azzal ne foglalkozzál, mondom, én vagyok az új gazdája, majd én foglalkozok azzal, meg hogy egyáltalán szeretném-e, vagy sem. És mondta, hogy hogy a védőoltásért szeretne kérni 150 000 ilyent. Mondom, jó, legyen, neki meg azt is azt mondom, hogy jó, oké, legyen, aztán megint jött ugyanez, én nem tudom, hogy ő is valami ilyesmi úton szeretett volna pénzt keresni, utána járt, hogy mennek ezek a dolgok, vagy mit tudom én, azt mondja, hogy ki akar jönni a lakásunkra megnézni, meg havonta, meg ugyanazokat a dolgokat elkezdte nekem sorolni, amikbe én belebotlottam az internetbe, ahogy ezek működnek. Mondom, ne kezdjél te is fárasztani, mondom, mi, te is egy vállalat vagy, vagy mi folyik itt gyöngyösen. Aztán mondom, jó, akkor hagyjuk a francba az egészet, de mondom, visszafordítjuk a dolgot, és ha vissza fogok jönni, és ha a kutya ugyanígy fog kinézni egy hónap múlva is, akkor feljelentelek, vagy én megtaposlak. Mert olyan szinten le volt fogyva a kutya, hogy csont és bőr, és azt mondta, hogy már egy hónapja nála van. Mondom, nem adsz neki enni, vagy mit csinálsz vele, állatkínzó, vagy mi van veled? És akkor, ja, már lett egy ilyen vita. Mondtam neki, hogy visszajövök, mert itt van a lehetőség, én, aki tudom azt, hogy én hazaviszem a kutyát, és egy hónap múlva ilyen izomba lesz,
És mondom, jó, visszajövök, és megnézem, és ránézek, mert ha így bevállalod a felelősséget, hogy nem adod át, még azt is mondtam neki, hogy oké, kifizetem, csak ne gyere a lakásomra, meg ilyenek, mert fogalmam nincs, hogy ki vagy igazándiból. És igen, és ilyen szituációk vannak. Tehát menhelyen már nincs kutya. Tehát ott igazándiból azt mondják, ezt viszont már csak úgy hallottam, hogy le van beszélve a menhelyel előre. Ezek az emberek úgy, hogyha beérkezik például egy ilyen kutya, mint ez, egyből telefonálnak, hogy gyertek, Sanya, jött egy ilyen kutya. És ott vannak 5 perc múlva. Úgyhogy meg sem mutatják neked. Tehát ha valaki csak úgy besétál a menhelyre, nagy valószínűséggel ott nem lesz kutya. Vagy ha lesz, akkor... Nem tudom. Akkor volt olyan szerencsé, vagy nem tudom, nem vágom pontosan, de nem lesz ott nagyon kutya. Tehát itt ezek a helyzetek, és ezért döntöttünk úgy, hogy akkor hagyjuk ezt az egészet. Én nem is támogatom ezentúl se a menhelyetet, se azokat, akik a menhelyről segítik az állatokat, hanem én ezt úgy tartom, hogy aki vesz egy kutyát magának, az viselje gondját élete végéig. Én meghalnék a kutyámmal együtt. Tehát én nem fogok innen addig kimenni, ha ég a ház, amíg a kutya itt van a házban. Ahogyha vágjátok, hogy miről van szó. Tehát az, hogy ja, ez egy ilyen kapcsolat. Annak ellenére, hogy sokkal rövidebb az életük, de teljesen mindegy, hogy rövid vagy hosszú, így is úgy is véget ér egyszer, és akkor... És hogy, ja, nem is tudnék úgy tovább élni, hogy én kiszaladtam, itt égtek a kutyák például, nem, ez nem menne. Úgyhogy ha elvesztem az eszméletem, és nem tudok kivinni őket, akkor lehet, de, ja, vagy más szituációk is lehetnek, de ja, ha az ember tegye fel a saját életét is a kutyáira, akkor vannak kutyái, én szerintem. Tehát, én aztán így 2 hónaposan így, ja, mi leszünk neki, én leszek neki apuci, és így összenövünk, tehát így nem igazániból a nagyobb kutyáknál úgy az a gond, hogyha nem tudom én, egyik az, hogy eldobják a kutyát, az nagyon megviseli őket is, aztán ja, még meg is haraphatja az új gazdit, meg ilyen szituációk is vannak egy nagyobb kutyánál, nem tudom én, hogyha olyan sokkot kapott, vagy ilyenek, tehát oda már ténylegesen egy olyan tanító kéne, vagyis hát hogy hívják ezeket, akik foglalkoznak a kutyákkal, hogy ténylegesen ért hozzá. Na most ilyen pici korban elég annyi, hogy szeretni, meg egy párszor rászólni, hogyha feléd akar kerülni, vagy ilyenek, de igazándiból elég annyi, hogy szeretni őket, és tudni fogják azt, hogy kikivel van. Tudni fogod, hogy kikivel van? Azt mondta, hogy tudni fogja. Na nagyjából ennyi, tehát ezért nem menhelyről hoztuk a kutyákat, és nem is fogjuk onnan hozni ezek után se, és ez van. Aki megérti, az megérti, biztos lesz majd itt is a videóban, aki nem érti, meg még így sem, hogy elmagyaráztam, de értetlen emberek mindig vannak, itt van a feleségem a kamera mögött, a törpeúszival. Várjunk, akkor szerintem cserélnünk kell, mert te szószorít a konostom ott a görörű. Tényleg, jó. Ma voltunk fodrásznál éppen. Nyanyan. Ő már 12 éves egyébként, imádni való. Annyira nem is tudnék semmi olyat mondani, hogy úgy viselkedésben is pazar egy jószág, és hát úgy mindenben. És ő is az, ahogy őt is kisbabakorába hoztuk haza, és baromi aranyos. És milyen jól néz ki az új séróval, meg lett nyírbálva. Ja? Szereplünk. Nézzétek meg, hogy mennyire rendi csekken nyomja magát. Szeret szerepelni. Ja, és csak úgy jó, így jó, mi szeretünk így kutyákkal lenni, de... Hát igen, azt azért szerintem nagyon sokan nem gondolnak bele ebbe egyik azt, tehát így a önmagában a felelősség tudat, tehát mit várna el az ember attól, hogy a saját gyerekét a kukába dobja, tehát ez egy ugyanolyan szituáció. Na, annak magyarázd el, hogy a kutyádra úgy tekints, mint a gyerekedre, inkább ne. Akkor én azt mondom, hogy azoknak inkább azt mondom, hogy ne tekints rá úgy, mint a gyerekedre. Tehát vannak érdekes emberek a Földön, az biztos, de... Ja, nekik azt tudnám ajánlani, hogy akkor csak felejtsék el úgy, meg az a könnyelműség, meg én nem tudom. Tehát azt azért figyelembe kell venni, hogy ja, ők is 10, akár 20 évig is, közel 20 évig élnek, és ja, ezt úgy rászámolni. Nem tudja az ember, mi jön holnap, de
Mert vannak olyan dolgok, nem mondom azt, hogy nincsenek, például nem tudom én, vannak olyan dolgok, amikor az ember nem kerülheti, nem az, hogy te eldobtad a kutyádat, hanem nem tudom, valamilyen oknál fogva, ja, te bekerültél a kórházba, vagy én nem tudom, tehát ilyen szituációk, és de akkor is az ember megpróbál valakit találni, akit személyesen ismer, hogy addig, amíg kijössz, gondját viselje, tehát, hogy egyedülállókról beszélek itt most főként, tehát, ha vannak ugye más családtagok, akkor ilyen gond nem áll fel, hova mennél, hova mennél. Na, hosszúra nyúlt ez a videó, köszönöm, hogy megnéztétek, és ja, a következő alkalommal majd bemutatom a fiú kutyát, sziasztok! Ő is egyébként kislány, tehát most két lány van és egy fiú. Igen, ő a hercegnő, és büszke. Sziasztok!